Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Ebben az esztendőben is megrendezték a Fejér megyei termékmustrát és vásárt. Az anyagban megszólal Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke, illetve Zászlós Tibor, aki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát képviselte. Nézzük meg együtt! Tisztelettel köszöntjük, elnök úr, ismét Székesfehérváron. Én azt gondolom, a Fejér megyei termékmustra nagyon-nagyon fontos. A Fejér megyeieknek, a mezőföldön élőknek, a mezőgazdaságért élőknek és dolgozóknak kivételesen, de a magyar gazdáknak általában. Fontos azért, mert a mezőföld szívében élünk, és itt a mezőgazdaság kivételesen eredményes. A magyar gazdakörök nagyon sokat tesz esztendőről esztendőre ezért, hogy ez megerősödjék, ez a gazdakör, ez a mozgalom. Hogyan kívánja segíteni a szaktárca, a kamara, illetve a MAGOSZ azt a fejlődést, ami most tetten érhető a magyar mezőgazdaságban? Az a helyzet, hogy a magyar mezőgazdaság egy olyan átalakulási folyamaton megy keresztül, ahol figyelembe kell vennünk az adottságainkat. Ebből kiindulva fontos számunkra az, hogy az emberekhez közvetlenül a helyben előállított termékek eljussanak, minél kisebb legyen az ökológiai lábnyom, a helyben megtermelt termékekből készült élelmiszer helyben kerüljön felhasználásra, fogyasztásra. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a kiváló, a Kárpát-medence adottságait kihasználva kiváló és nagy mennyiségben egyöntetű árut tudjunk exportra, igényes piacokon értékesíteni. Tehát ez a kettős szerepnek kíván megfelelni a magyar agrár-élelmiszergazdaság olyan módon is, hogy minden lehetséges eszközt igénybe vegyen. Tehát az Európai Uniós források felhasználása, a támogatások maximális kihasználása, a fejlesztések egész országra, egész Kárpát-medencére történő összehangolt megvalósítása az alapja annak, hogy a mai helyzetből kiindulva az elkövetkező időszakban egy lényegesen nagyobb mennyiségű élelmiszert tudjunk előállítani egységnyi területen is, és országos szinten is. Figyelembe véve különösen azt, hogy a klímaváltozás hatásai ma már erősen érzékelhetők, a klímaváltozás negatív hatásai ma már erősen érzékelhetők. Éppen ezért vízgazdálkodás, öntözésfejlesztés tekintetében kiemelt feladatunk az elkövetkező időszakban az, hogy megteremtsük ezzel egy időben a határ infrastruktúráját a közlekedés szempontjából, a műtárgyak felújítása szempontjából, megteremtsük a határ infrastruktúráját abban az értelemben, hogy a vizet oda tudjuk vinni, tehát a vízkormányzás feltételét. Ez egy nagyon hosszú távra ható, nagyon erős program. Úgy gondoljuk, hogy a részben uniós források, hisz a termelés biztonsága itt a belvíz egyéb tekintetben, de már az asszály tekintetében is kiemelt támogatást igényel, és uniós forrás erre igénybe vehető kell, hogy legyen. A másik pedig az, hogy az elkövetkező időszakban új növényfajok köztermesztésbe vonása szintén indokolt. Tehát akkor tudunk igazán egy korszerű agrár-élelmiszergazdaságot működtetni, ha a vízgazdálkodást mint alapot biztosítjuk ehhez. Vízgazdálkodás, egy korszerű vízgazdálkodási, vízhasznosítási program nélkül nincs korszerű mezőgazdaság, nem tudunk például egy fehérje programot megvalósítani, nem tudunk például olyan új növényfajokat bevonni a köztermesztésbe, amelyek eddig nem voltak, illetve nem tudunk korszerű gyümölcs, illetve szőlő ültetvényeket sem létesíteni már. Tehát ez egy összhangolt fejlesztést igényel, azzal együtt, hogy természetesen az új, a 21. századi technológiák bevonása, a digitális technológiák alkalmazása, a precíziós gazdálkodás, a hétköznapokban való átvétele és működtetése, ez mind-mind alap ahhoz, hogy szinte meg tudjuk a hozamokat duplázni a mezőgazdaságban. Nem tévedés, meg tudjuk duplázni a 6-7 tonna kukorica hektáronkénti hozam, az 12-14 tonnára kell, hogy felmenjen, mert egyébként nem tudunk beszállni a nemzetközi versenybe. Nos,
Ehhez kell egy hatalmas fejlesztési munka, jelentős forrásbevonás, de ugyanakkor a gazdák részéről pedig egy nagyon erős összefogás. Most pillanatnyilag a birtokrendezés, a termőföld, mint erőforrásnak az optimális hasznosításához szükséges az, hogy minél jobban, könnyebben, egyszerűbben művelhető birtoktestek alakuljanak ki, hogy az öntözést meg tudjuk valósítani, hogy a gazdák egymással tudjanak egyeztetni akkor, amikor a vetés terveiket készítik, hogy az öntözés hatása az mindenki számára egyformán legyen kezelhető. Nos, ezeket figyelembe véve mi úgy gondoljuk, hogy egy nagyon intenzív, a 21. századi agrár-élelmiszergazdaság fejlesztési programja nem kerülhető meg. Nem kerülhető meg a növénytermesztésben, ideértve még egyszer aláhúzom a korszerű fehérje programot, nem kerülhető meg a zöldség-gyümölcságazatban a 21. századi megoldások alkalmazása, de ugyanakkor fontos, hogy egy korszerű infrastruktúra legyen a szántóföldtől az áruházpolcáig. Ennek tükrében a közös agrárpolitika prioritásait is tulajdonképpen felsorolta elnök úr. Hol tartunk ma, hiszen 2020-ban nagy változások várhatóak, és olyan változások, amelyek adott esetben követnie kell a magyar agráriumnak is? Kérem, nevesen nem követ senki, de azt kell mondjam, hogy szeretnék abban bízni, hogy ez az Európai Parlament, ez az Európai Bizottság, ez az Európai Tanács ezt a költségvetést nem fogadja el. Ugyanis ahhoz, hogy egy olyan költségvetése legyen az Európai Uniónak, amelyik a 21. században valamennyi tagállam számára egyformán és egyformán kedvezően hat, ahhoz egy egészen új, egy másfajta szemléletre van szükség. Az Európai Unióban most olyan viták dúlnak, amelyek a lényegről elterelik a figyelmet, és közben egy olyan lopakodó költségvetés átalakítás zajlik, ahol fokozatosan és folyamatosan csökkentik a forrásokat. Az uniós büdzsé 26%-kal történő csökkentése a tervezett úgy, hogy közben az adminisztrációt jelentősen meg kívánják növelni, közben olyan forrásátcsoportosításokat valósítanak meg, például migránsok ellátására a gazdák támogatását kívánják felhasználni, olyan kifejezetten a nemzeti támogatások növelésével akarják megoldani a támogatást. Ez a gazdag országoknak segít, az újonnan csatlakozó országokat még hátrányosabb helyzetbe taszítja. Tehát olyan agrárpolitikai célok fogalmazódnak meg most az új tervezetben, amelyik úgymond szétszakítaná az unió egységes közös agrárpolitikáját. Ez így elfogadhatatlan, csavarás csökkentéshez nem tudunk hozzájárulni, és azt a durva diszkriminációt, amelyik az újonnan érkező országokat sújtaná, azt pedig határozottan visszautasítjuk. Jelen pillanatban zajlanak az egyeztetések, de mint ahogy a mostani költségvetést is egy évvel később fogadták el. Azt gondolom, hogy most a mostani helyzetben, amelyik még rosszabb, májusig ez az abszolút lehetetlen kategória, hogy ezt a költségvetést elfogadják. Évről évre kivételes pillanat, én azt gondolom, a termékmustra, a Fejér megyei termékmustra. Itt a Mezőföld szívében fontos számunkra, hogy miként gondolkodnak az agrárgazdák, miként gondolkodnak azok a segítők, tehát a megyevezetői, illetve a Kamara, illetve a Magyar Gazdagörök Országos Szövetségének vezetői az előttünk álló feladatokról, és miként értékelik ezt az esztendőt. Nagyon fontos a mezőföldön nyilvánvaló a mezőgazdaság, kiemelten fontos, ezért mi a mustra elsődleges célja? Az elsődleges célja akár 4 éve, akár sokkal hosszabb idő óta nem változott, hiszen a helyi termékek, a helyi kézműves termékeknek a mind szélesebb körű megjelentetése, ismertetése és ezeknek a fogyasztásának a növelése. Ez nagyon szép példája, először fehér termék, majd a Fejér megyei termékmustra vonatkozásában, hogyan fejlődött az elmúlt évek alatt.
Ma már nagyon szépen kiszélesedett. Én persze mondhatom azt is, mint aki a folyamatnak az ismerője, hogy én szeretném a gyorsabb fejlődést. Szeretném, hogyha a multinacionális kiskereskedelmi áruházláncok polcain magyar termékek sokkal bőségesebben jelennének meg, hiszen annak az ízvilága teljesen sajátos, a mi ízlésünk szerint való, a termékek frissek, beltartalmi értékeik magasak, és ezt elég sokszor mondtuk már, és mondjuk jelenleg is, de lehet, hogy nem elégszer. Azért nem elégszer, mert én nem pesszimista vagyok, mert a fejlődés az nagyívű, hanem még gyorsabb fejlődést szeretnék, ezért az agrárgazdasági kamara is, és magam is azon vagyunk, hogy a társadalom elfogadja, hogy megkerülhetetlen pár éven belül egy magyar tulajdonú kiskereskedelmi élelmiszerláncnak a felállítása, ahol ezek a szó szerint csodálatos, magas beltartalmi értékű termékek, ahol a jövő nemzedéke végülis egészségesen tud felnevelkedni, elérhetők legyenek, könnyen eljussanak a vásárlók asztalához, hiszen a napi rutin szerint a polcokon találkozik vele. Jelenleg ezt látom a legnagyobb hiátusznak, hogy viszonylag messzire kell elmenni, akár városon belül, hát kivétel, aki ott a környéken lakik, és nincs tömegesen a boltok polcain a magyar termék, ezt akár jogszabályi módon, akár pedig bolthálózattal kell a későbbiekbe kompenzálni, hogy az az igény, ami látensen, de valóságosan is megjelenik a fogyasztók vonatkozásába, az ilyetén módon is kielégítésre kerüljön. Tehát az igény tetten érhető mindenképpen, ugyanakkor miként tudja ezt segíteni az Agrártárca, a Kamara, illetve a MAGOSZ együttműködése? Az együttműködés és az összefogás az mindenkor az eredménynek az alapja és az eredménynek a kovásza. Amikor egységes vektor mentén tudnak különféle szervezetek, érdekképviseleti szakmai szervezetek dönteni, akkor egyértelmű, hogy mielőbb meg tud valósulni a szerves fejlődés mellett az a lehetőség, amit előbb is említettem, tehát a kereskedelmi lánc. És erre nagyon konkrét intézkedések várhatók az elkövetkező időbe, tehát amikor majd hagyományteremtő módon, hiszen már a negyedik is az, de amikor a ötödiket, hatodikat, nyolcadikat, huszadikat ünnepeljük, akkor elmondhatjuk azt, hogy igenis, akkorra már széles körbe ismertek a magyar termékek, és nem csak ismertek, hanem nap mint nap fogyasztottak is. Elsődleges a minőség. Miként tudják ebben segíteni az őstermelői tagozatot, hiszen az őstermelőkön, a termelőkön múlik általában minden, hogy olyan áruk kerüljenek a piacra, amelyet méltán lehetünk egyik oldalról büszkék, mi vásárlók, másik oldalról pedig nyilvánvaló, hogy akkor jobban megnyílik a pénztárcánk, és bármennyire is profán ez. Hát mindenképpen úgy, hogy a tudást, a tudás átadást mind magasabb szintre visszük, aminek az első nagyon fontos eleme, hogy őrizzék meg azokat a hagyományokat, és azokat a hagyományos termelési módokat is, és azokat a fajtákat, amellyel ezt a magas beltartalmi értéket és minőséget megőrizni tudják. Tehát nem az a cél, hogy egy nagyon intenzív termelésre váltsanak át, ahol elveszik ez a beltartalom. Úgy is szoktam fogalmazni, hogy a múlt és a múltbéli termelés az nem valamiféle rendszer, az maga a rend. És a rend az ilyen végtermékeket hozott, és hoz ma is, aminek örömmel, amit örömmel látunk az asztalainkon, amit örömmel fogyasztunk, és ha bármilyen tudományos beltartalmi értékvizsgálatra alávetjük, akkor egy az egybe kimutathatók azok az előnyök, amik egy trágyázott talajba termelett növény vonatkozásában, akár ellenálló képességbe, akár szöveti szilárdságba, akár beltartalmi értékekbe egyértelműen megmutatkozik.
Esztendők óta a fehér termék mustra egy kivételesen fontos esemény, ahol azt gondolom, hogy a mezőföld szívében élő és dolgozó magyar agrárgazdák számára is fontos, mégpedig azért, mert itt eldőlhetnek a jövő feladata is. Miként tudja ezt a munkát segíteni a kamara, hiszen azért tudjuk, hogy Fejér megye kivételezett helyzetben van. A Fejér megyei termelőknek egy remek megjelenési lehetőséget biztosít ez a termelői mustra, ezért a kamara is fontosnak tartja, hogy támogassa a rendezvényt is, és ezáltal a helyi termelőknek a piacon maradását. Úgy gondolom, hogy ez egy hosszú távú projektünk lesz, hiszen az érdeklődés egyre emelkedik, évről évre egyre több látogató érkezik el ezekre a rendezvényekre. Úgy gondolom, hogy ez azzal van összefüggésben, hogy kezdenek az emberek tudatosabban táplálkozni, és előtérbe helyezni a helyi termelőket, ahol a frissebbek a termékek, és rövidebb utat tesznek meg a termőhelytől az asztalig, és felismerik ezeket a plusz értékeket. A kamarának fontos, hogy megragadjon minden olyan lehetőséget, ahol a tagságát szolgálhatja. Ez a rendezvény is egy ilyen lehetőség, úgyhogy én a jövőben is támogatni fogom ezt a kezdeményezést. Magyarország szívében a mezőföldön élünk, a magyar mezőgazdaság zászlós hajója ez a térség. Mindenképpen fontos egy ilyen Fejér megyei termék mustra, hogy megmutathassuk, hogy hogy mennek itt a dolgok, ugyanakkor milyen feladataink vannak a jövőben. Ezt mennyiben tudja segíteni, milyen együttműködési lehetőségeket lát a Agrártárca, a civil szervezetek, mármint a kamara és a MAGOSZ között, és ez hogy tudja segíteni az adminisztráció? Nagyon fontos ez a mai nap és ez a konferencia, én már nem első alkalom, mint tudjuk, hogy otthont adunk itt a megyeházán, és örülünk is ennek a rangos eseménynek, rendezvénynek. Én azt gondolom, hogy alapvető érdekünk, hogy minél egészségesebb, minél jobb minőségű és minél rövidebb úton az asztalra kerülő egészséges magyar termékek kerülnek a lakosság elé. Ebben a tekintetben a kormányhivatal, így a Fejér megyei kormányhivatal több dolog kapcsán tud segíteni. Egyrészt alkalmat, lehetőséget teremtünk minden ilyen eseménynek, de ennél talán sokkal fontosabb az, hogy az államigazgatás, a bürokrácia mindent meg kell, hogy tegyen azért, hogy ezt a folyamatot segítse. Olyan szabályozókra van szükség, amelyekkel mi a lehető legrövidebb úton juttatjuk el a szükséges engedélyeket, hatósági bizonyítványokat, támogatásokat nem utolsó sorban a megyében dolgozó gazdálkodóknak, kistermelőknek, őstermelőknek. A bürokrácia csökkentés is ezt támogatja, hiszen korábbi hosszadalmas engedési eljárásokkal váltott valaki vállalkozóvá, mezőgazdasági vállalkozóvá. Jelentős lépéseket tettünk az elmúlt esztendőkben. Ma arra törekszünk, és a következő csomag is erről szól, hogy egy bejelentési eljárással, egy tudomásról vételrel valaki tudjon kezdeni egy vállalkozást, mezőgazdasági termelővé váljon, és a mezőgazdaságban tudjon dolgozni. Másrészt nagyon nagy terület a hazai és uniós támogatásoknak a területe. Pontosan a vidékfejlesztési főosztályunk az a kormányhivatalnál, amely ezzel a területtel foglalkozik. Sok-sok millió forint és támogatás, uniós és azért támogatás jut el minden évben a gazdálkodókhoz. Olyan mezőgazdasági beruházásokat támogatunk, amely mondjuk egy gazdaszövetkezet, vagy egy szövetséggel, egy társulással megtámogatva mondjuk gyümölcstárolókat, gyümölcsfeldolgozókat, zöldségfeldolgozókat lehet létesíteni. Nagyon széles a paletta, mi mindent megteszünk azért, hogy támogassuk a helyben dolgozó gazdákat. Magyarország szívében Fejér megye sok mindenre büszke lehet, gazdaságára mindenképpen, ugyanakkor agrárgazdaságára nem különben, hiszen itt a mezőföld kellős közepén kivételesen fontos a mezőgazdaság szerepe, és egy ilyen Fejér megyei termék mustra azt hiszem segít abban, hogy ezt országvilág megtudhassa. Köszönhetően az önkormányzat, a szaktárca, a kamara, a MAGOSZ azt hiszem, hogy hatékony együttműködésének. Hogyan tudja az önkormányzat segíteni ezt a munkát?
Valójában az agrárium Fejér megye szerves részét képezi, főleg a déli térségekben szó szerint a mindennapi kenyeret adja, és azt is látjuk, hogy a megye déli részén a továbbfejlesztés, tovább lépési irányok, mint az északi részekkel ellentétben, ahol inkább az ipar, inkább a gazdaságnak a hagyományos tradicionális része az, ami várhatóan fejlődni fog tudni a jövőben, addig a déli térségben, a mezőgazdaságban és az agráriumban látjuk a kilépési pontokat. Az említett szereplők valójában valamennyien stratégiai partnerei a megyei önkormányzatnak. A megyei önkormányzatunk is sokat tesz az agrárium előmozdítása érdekében. Többek között a helyi termékprogramunk kapcsán szeretnénk a megyei termelőket helyzetbe hozni. Ezt a programot egyébként most már kezdik országosan is átvenni, példaértékűnek tartják ezt a programunkat, de jól mutatja a megyei gondolkodása, hogy például a fehérvári Jancsárkert termelői piac is megyei értékké került nyilvánításra, és az agráriumon belül szeretnénk, hogyha ha olyan minőségi termékek kerülnek előállításra, amelyek a megyei piacokon túl országos és nemzetközi szinten is méltán fogják tudni képviselni megyénknek a hírnevét. Ezen túl természetesen a szervezetekkel, a gazdákkal folyamatos kapcsolattartásban vagyunk, és a fejlesztési forrásoknál is igyekszünk figyelembe venni azt, hogy melyik térség az, ahol ténylegesen a mezőgazdaság fejlesztésével fogunk tudni előrébb jutni a következő években. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!